Nem jön a hajnal. Zenét szerezte Mark Governor. Fényképezte Bernard Salzman. Ha elköltözünk, lesz saját szobám? Persze, hogy lesz, kicsi. Beszél álmában. Na és, te fingasz! Miles, neked már aludnod kellene. Sokkal jobb lenne egyedül. Én ezt megértem, Marisa. Apu nem tud építeni? De fog. Ezt eladjuk és építünk egy másikat, ami nagyobb lesz. És ott lesz még kis testvérem? Örülnél, ha lenne? Steven az iskolában azt mondta, a gyerekek romlott húsból lesznek. Egy kis fognak örülnék. Jó. Jó éjszakát. Neked is. Aludj jól. Zavarhatlak egy kicsit az alkotásban? Csak roppant nyomósokból. A lányunk igénybejelentést tett. Ah. Szerinte szükség volna a családi létszám növelésére? Már anélkül is egymás lábára lépünk. Hát igen. De erre is van megoldási javaslata. Írta és rendezte Larry Brand. Sahib, ebben annyi a tartósítószer, hogy bebazsamozhatnának vele. A nevem nem Sahib. Amíg ez itt a kezemben van, addig az a neved, amit én mondok. Nem hiszem, hogy tartós lesz a kapcsolatunk, de szeretem, ha az emberek tudják, hol a hely. Vegye el, amit akar, tessék. Nekem ne kínáld, ami már az enyém. Ne kérem, ne üljön meg. Na gyerünk, hasonj a földre. Mozgás, hasonj a földre, bazd meg! Meg ne mozdulj! Sahib! Ne, ne üljön meg, kérem, ne üljön meg! Nem csinálok semmit, csak ne üljön meg, könyörgöm! Ha valami vágya lehet az embernek ebben a kurva életben, hát az, hogy maradjon egy kis önérzete. Ne üljön meg! Ne. Kérem, könyörgök, csináljon, amit akar, de ne üljön meg! Ha, 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 ha,
Várj meg itt. Én vagyok a soros. Szerencséd van most én. Semmi baj, kicsin, csak rosszat álmodtál. Na, feküdj vissza. Nagy kutyák jöttek és farkasok, és ti nem voltatok ott. Ez csak álmodtad. Álom volt. A farkas megeszi az embert? A farkas nem tud bejönni hozzád, mert anyu és apu itt van a szomszédban. Érted? Na, aludj szépen. Mit csináljak, doktornő, hogy a férjem többet dörögjön velem? Mostanában, mintha nem is érdekelném. Először is próbálja meg maga irányítani a dolgokat. Vegyen egy új ruhát, új parfümöt. Itt a mai beszámoló. Kösz, Frenn, tedd csak le akárhová. Mi a dolgom még ebéd előtt? A konferencia hívás 11:30-kor és a Warm Springs képviselője pont délben. Warm Springs? Ja, többször is telefonált a múlt héten. Ó, emlékszem, csuda vigye, kiment a fejemből. Na jó, majd megpróbálom lerázni. Oké. Okay. Nem, azt nem kérem. De az ön kocsijában volt. Lehet, csak hogy nem én tettem bele. Kérem. Tessék. Megérkezett az ügyfél. Vezess be. Mr. Darcy? Mr. Davenport. Már nagyon vártam, hogy találkozzunk. A telefonban azt mondta Mr. Darcy, hogy... Ne, kérem, John. Szólítson Drew-nak. Drew. Mondta, hogy a céget, amelyet képvisel, érdekli a Northgate körzet. Igen, nekem mániám a bevásárlóközpont építés, meggyőződésem, hogy ez a jövő. Itt megtalálható minden. Hol máshogy találni együtt a mesterfodrászt és egy hoki csizmát 10 méteren belül? Tudja, nem igen ismerős a cégük neve. Most települtek a környékre? Igen. A miénk egyelőre még csak egy kis cég. Mondhatni, afféle családi vállalkozás. Szenzációs. Döbbenetes, hogy ezek a kis részek mind összeállnak. Mr. Darcy, kérem vigyázzon, nagyon törékeny. Tudja, csak az a kár, hogy az életben nem állnak össze ilyen szépen a dolgok. Érdekes, én nem így fogom fel. Talán bennem van a baj. A volt feleségem szerint túl sokat gondolkodom. Folyton rágódom minden. Rájuthatok? Tulajdonképpen...
ezek a környék rendezési és fejlesztési tervei. Sose volt ilyen problémája, hogy addig gondolkozik, amíg az agya szinte már sajog bele? Nem emlékszem, hogy előfordult Mr. Darcy. Akkor szerencsés ember. Gondolt már arra, hogy mi minden múlhat azon, hogy az ember a megfelelő időben a megfelelő helyen van? Az egyik embernek lesz szép családja, szép otthona. A másik rács mögött éli le a fél életét. Gondolt erre valaha? Szerintem az ember maga felelős azért, mi történik az életében. Ez nagyon igaz. Sartre, ugye? Igen. Említette a Northgate körzetet. A gyerekei? Igen. Nézze, Mr. Darcy. A helyzet az, hogy eddig nem jutottunk semmire. Igaza van. Csak vesztegetjük az időt, pedig építkeznünk kell. Hadd fogjon a joghurt, süljön a hamburger. Tudja, mi az ötletem? Sivatagi környezet. Texasi sivatag, kaktuszokkal, esetleg műanyag marhacsontokkal, mit szól hozzá? Hát így hirtelen ennyiben nem is tudom, hát hogy... Tudja, csak mert nekem kedvencem a kaktusz. Hogy hívják a srácokat? Marissa és Miles. Marissa és Miles, hát ez jó. Imádom az alliterációkat. Könnyebb megjegyezni. Mr. Darcy. Nagyon szép a feleség. Tudja, ugye, hogy nagyon szép asszony. Mi köze ennek a témához? Jól van, John, térjünk a tárgyra. Ezek a 90-es évek. A család egysége a legfőbb érték. Vagy nem? Fogadok, hogy egy lépés sem tesz nélküle. Nem hiszem, hogy üzletet kötünk, Mr. Darcy. Viszont én biztos vagyok benne. Látom, megteremtette a maga kis életét. Úr, a maga kis szemét, dombiám. De gondolt már arra, mi történhetett volna, ha valamikor rosszat lép? Megfordult a fejében valaha, hogy padlót foghat, és csak pislokat onnan fölfelé? Frank, kísért ki, légy szíves, Mr. Darcy-t. Jaj, John, igazán csalódom magában. Nővel végeztetni a piszkos munkát? Mit akar? Hívjam inkább a biztonságiakat? Nem tudja még, mi újság, John? Ilyen rosszul informált lenne? Nincs az életben olyan, hogy biztonság. Semmi gond, Fran. Kitalálok magamtól. Még jelentkezem, John. Egy szenátusi meghallgatást közvetítettek. Kérdezek valamit. Ha golyó, ami keresztül ment Kennedy, nem érte Kennedy-t, akkor hova tűnt? Szállj már el. Csak azt mondom, senki más nem sebesült meg. Kell, hogy legyen megoldás. Tudod mit? Majd, ha kiderítetted, akkor elmondod, jó? Kezdem elhinni, hogy az egy golyós elmélet a helyes. Most kimegyek a klotyóra. Meghívhatlak a következőre? Látom, a magányos vadász akcióra készül. Vajon mire? Mondjuk a lovadat elkötötték valami város szélívónál, és most másikon akarsz lovagolni. Az a helyzet. A kocsim áll odakinn, nem a lovam. Mi van eladó? Itt minden eladó, baby. Szeretem, ha egy nő egyenes. Hát, egyenesen megmondom, hogy a nevem Faith. Faith? Nem is tudod, mennyire jó név ez.
Akkor talán mondd el. Figyelj, van egy lakásom itt közel. Mit szólnál, ha oda mennék? Nem megyek lakásra. Én adom a szobát, te fizeted a bért. Pénz beszél. Otthon van az öregem. Majd nem lesz otthon. Minden rendben? Ja, persze. Valamint gondolkodtál? Nem. Csak egész nap a háztartással voltam elfoglalva. Ja, Mel mondta, hogy megsürgeti Cleaveréket, jöjjenek el megnézni a házat. Az őrülteknek is vannak indítékaik. Akkor az emberek hibernálni fogják a testüket és az agyukat. Az építész magazin újságírója szerint a hagyományos kerti medencék már kimentek a divatból. A most építkező 90%-a már jacuzzit terveztet a kertbe vagy a hálószobába. Ez az, most fogja meg a botot két kézzel. Egy kicsit följebb a bal kezé. Ez az. A tér kicsit hajlítva van. Így. Látja a lukat, ugye? Jó koncept. Meghoztam. Kösz, Jen. Zsírszegény majonézzel csináltam. Á, jó. Délután jelentkezem. Okay, azt hittem, pontosan tudtam eddig is, mi a jó dugás. De be kell látnom, hogy mégse tudtam. Hát jegyezd meg. Látszik, hogy még nem volt dolgod igazi férfival. Hé, ne nyomj egészen nagyon. Nehéz vagy. Vegyél fel valamit. Elmegyünk ebből a patkányukból. Na hát, derék láttalan. Jó lesz, ha már nem egy hülyanyoszlopot kell nézegetnem. Na és akkor a másik végét csatlakoztatni kell a porszívóhoz. Igen, igen. Jó. 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 Ilyen sokan vagyunk. Diana, én szinte biztosra veszem, hogy megveszik ezek a házat. Jaj, mel az isteni lenne, nem is képzeled mennyire még a krumpus alá támad. 15-éig meg tudunk állapodni, megvehetitek a Wanderman házat. Én nem akarom, hogy elköltözzön. Majd megbarátkozik az új szomszédok. Egy pillanat, nyitok. Mel Davis vagyok, Rubinstein ingatlan ügynökség. Mrs. Davenport? Igen. Garrett Hill vagyok, a rendőrségtől. Drew Darcy-val van valami, ugye? Hát igen, vele. Nem tudom, értesült-e róla, de 2 hete szabadult feltételesen. Ő a Istenem. Nem kereste meg önt? Nem, csak... Most éppen mit csinált? Hétfőn elmulasztotta a jelentkezést. 2 államon keresztül követtem. Csak azért követtem, mert nem jelentkezett. Nem kérem, nem csak azért, hanem mert szeretnénk feltenni neki pár kérdést bolti rablásokról. Nem vesztegette az időt. Úgy látszik, csak arra volt jó neki a börtön, hogy fejlessze a bűnözési technikáját. 1 és 2. Nézze, azt szeretném, hogy a családom olyan messze legyen Drew Darcy-tól, amennyire lehet.
Erre felírtam a telefonszámomat, kérem hívjon fel, ha jelentkezne. Viszlát. Diana, mi történt? Hú, remek parti, gratulálok! Hogy a fenébe kerülsz te ide? Ismered őt? De még mennyire? Ismer kívülről belül. Tegnap bent volt az irodában. Tűnj el innen, érted? Jól érzem magam. A kedvenc sörömből is van, ott egy hatos karton a hűtőben. Bocsánat, egy pillanat. Megbeszélhetnénk ezt bent. Jó lesz egy hideg sör. Látni se akarlak többé az életben. Pedig úgy emlékszem, az ágyban nagyon is szerettél velem. Mondja! Ki a fene maga? Volnál szíves bemutatni az úrnak? Ő az első férjem. Meglepetés, mi? Drew, tűnj el ebből a házból, de most rögtön! Maga mit szól ehhez, John? Én nem tudom ki maga, sem azt, hogy mit akar, de őszintén szólva nem is érdekel. Csak az, hogy tűnjön el a házamból. Azt hittem, kultúráltan meg tudjuk beszélni. Nem, ezt rosszul hitted. Tudod, milyen volt Diana? Nem tudtam, hol vagy, mi történt veled. Ha meghaltam volna, akkor legalább vége. Nem tudtam semmit, viszont gondolkodni arra volt időm bőven. És a gondolkozás nem tesz jót. Nézze! Azt akarom, hogy tűnjön el a házamból! Hát jó, úgy látom, nem volt nyerő ötlet, hogy ide jöjjek. De gondoltam, modern emberek vagyunk, vagy mi. Elhoztam a nőmet is. Menj a szobádba! De Face megmutatta, azt hogy... mondtam, hogy menj a szobádba! Azonnal menjetek innen, vagy hívom a rendőrséget. És nem akarlak itt látni soha többé. Az égésre nem volt szüksége. Egy kurvának igazán lehetne rutinja. Ne levesz kurvának! Megéred a pénzedet. Egyáltalán ki volt az a csaj? Ahhoz a világon semmi közöd. Jó. Akkor viszont most állj meg és tegyél ki. Maradj vesztek! Ne merd még egyszer megpróbálni velem, bazd meg! Engem nem üt meg senki! Sem az öregem, és végképp nem egy ilyen fasz! Én csak egy fasz vagyok neked? Miért? Mit akarsz még a tetves pénzedért? Na, figyelj! Ne haragudj a pofonért! Rendben? Rendben? Bazd meg, ha még egy ujjal hozzám érsz, megnézheted közelről a saját beleidet! Nézd! Keresek valamit, amit elvesztettem. Nem lehet ezt megérteni? Mindenkinek az életében van egy elhibázott lépés, egy megszegett fogadalom, egy pont, ahol a dolgok másképp alakulhattak volna. Akarom, ami az enyém. Mit tud ő, amit én nem tudok, bébi? Azt tudok lenni, amit akarsz. Hunyd be a szemed. Tudok szűzlány lenni. Az első szerelmed. Csak hunyd be a szemed, bébi.
Sötétben mindegy formák vagyunk. Egész fiatal voltam. Azt képzeltem, úgy is lehet élni, máról holnapra. Nem is tudom. Lehet, hogy csak a szüleimmel akartam dacolni. Bűnöző volt? Nem. Eleinte nem volt semmi. Csak ez az őrült, romantikus srác. Tudod, a lelkeméjén minden lánynak ez az álma. Egy férfi, aki a semmiből bukkan fel. Erős a karja, és nincs múltja. Egy fekete sziluett. Engem olyan szorosan fogtak, hogy csak ő jelenthetett kiutat. Aztán kezdett hosszú napokra eltűnni. Végül egyszer zsaru közöllötték el a házat. Éles fények, ordibálás. Emlékszem, ahogy visszanézett rám, amikor elvezették. És azzal a sunyi kis mosolyával lágy hangon azt mondta. Ez az egész elmúlik majd, baby. Együtt maradunk, amíg eljön a hajnal. Nem is tudom, miért vitték el. Valami benzinkutat emlegettek. És bevittek engem is. Betartóztattak? Le. Bekerültem a börtönbe egy csomó nő közé, akinek üres volt a tekintete. És arra gondoltam, úristen, ilyen leszek én is. Átléptem egy vonalat, és soha nem juthatok vissza. De aztán jött az ügyvéd. Az orrom alá nyomott egy papírt, hogy írjam alá, és akkor kiengednek. Apát küldte? Igen, apám. Felemelte a telefont, mint rendesen. És én, mint rendesen, igent mondtam. Még egyet telefonált, és nem voltam férnél. Mint ha sose lettem volna. Csak rossz álom volt. Van még más meglepetésed? John, te meg a gyerekek vagytok a legfontosabbak az életemben. Attól fogva, hogy megismertelek, tudtam, hogy rád lehet támaszkodni. Számíthatok rád. El kellett volna mondanod. Tudom, tudom, akartam is, nem is tudom, hányszor próbáltam. De valahányszor rád néztem, arra gondoltam, ezt nem szabad semmivel sem elrontani. Úgyhogy folyton visszanyeltem, míg félig meddig magamat is meggyőztem, hogy nem történt semmi. Rosszul tettem, most már én is tudom. Nem számított volna, tudod? Bocsánatot kell kérnem a lányomtól. Mi van, haver? Nem akarsz adni valamit? Hagyj békén, te barom, rendes fej! A nőmmel rendes, de persze. Na mondd csak, jól esett egy kis kóstoló az ingyen húsból, mi? Felírásra dolgoztam, de nem ingyen, elszámoltam volna veled. Fogd már pofát, hülye kurva! Nehogy remegjen a kezed. Nagyon remélem, hogy nem vagy zsaru a te érdekedben, érted? Gyerj, vedd el. Vedd el, ami jár. Azt veszek el, amit akarok, érted? Drú, hagyd abba! Drú, nem hallod? Hagyd abba! Hagyd abba! Menj fel a szobába! Neked teszek szívességet, nem? Ígérd meg, hogy nem vered agyon. Jó, nem verem agyon. Elviszem a buszpályaudvarra, váltok neki jegyet, a kezébe nyomom, aztán boldoguljon, ahogy tud. A srácok ágyban vannak. Igen. Holnap lesz a nagy nap. Mel szerint jó esetben akár már hétfőn megköthetjük a szerződést. De jó is lenne. Eladni végre ezt a házat és újat építeni. Legfőbb ideje. Jobban érzem, mint valaha. Túl leszünk ezen is.
El kellett volna mondanom. Jogod van tudni. Figyelj, hogy mit csináltál, mielőtt találkoztunk. A magánügyed. Én csak annyit tudok, hogy most ki vagy, és hogy ezt a valakit szeretem. Nem hozom szóba többé. Hello, Diana. Hello. Mrs. Davenport. Ahogy mondtam, a tiszteletes úr és Mrs. Cleaver szeretné megnézni a házat. Hogyne, csak tessék. Mi az a villanyoszlop ott a hátsó kertben? Hát az... Igazán nem olyan zavaró. Idővel hozzá fognak szokni. Igen, mi már szinte észre se vesszük. Ez a ház. Ideális önöknek. Ha nem gondolnám, hogy megfelelő, nem volnék itt. A környék csöndes, nyugodt. Az biztos. Sőt, már-már unalmas. A férjemnek szívpanaszai vannak. Ah, értem. Elnézést, egy pillanat. Addig talán nézzük meg a konyhát. Jó. Igazán jóra való, dolgos emberek karban tartották a házat. Halló? Szia, drágám! Mel jelentkezett már? Igen, éppen most vannak itt. Akkor már csak egy lépésnyire vagyunk az új háztól. Ez az, amire most annyira vágyom. Tudom. Megyek vissza a tárlatvezetőnek. Helyes. Hívj vissza, hogyha elmentek. Hívlak. Várom. Szia. A feleségem el van ragadtatva. Tiszteletes úr, valami baj van? Valaki parkolott a ház előtt. Diana! Diana! Gyere ki! Biztosan csak valami félreértés. Diana! Mi a fenét keresel itt? Mi van, vendégség? Megmondtam neked, Drew. Végtelenül sajnálom, Cleaver tiszteletes úr. Esetleg azt mondta Cleaver? Azt, igen. Hát akkor most biztosan leesett az álla meg a fekete mufnak is. Harry, mi most inkább... Maga tényleg lelkész? Mert ugye nagyon rám férne a lelki támasz, nem így van, Diana? Mondja, padre, tudja ki nekem Diana? Elmondta, hogy álltunk az oltár elé és fogadtunk hűséget? Test a testemből, vér a véremből, míg a halál el nem választ. Jó hírem van, édes. Nem haltam még meg. Te igen? Talán te igen. Talán lélekben meghaltál. Talán az új férjecskétől nem kapod meg azt, amit tőlem. Mel, hívd a rendőrséget! Feltétlenül szükséges? Ez az, Mel! Ezt már szeretem! Tűnj el a házamból, és tűnj el az életemből! Nézzék, én... Diana... Jó napot, csak... Mrs. Davenport. Ez csak... Diana... John, én mondom, egyedül ebben a struktúrában vehető biztosra, hogy amortizálódik a... Tessék, Fran. Ja, Istenem, John. Diana, mi történt? Ide jött éppen akkor, amikor Cleaver ég... Ki ment oda? Gyere haza! A szentségit! Diana! Diana, fent vagy? Emlékszel, amikor festeni akartam? A terveimre. Két gyerek. Aztán vissza a főiskolára, és befejezem. Olyan szépen elterveztem. Csak hát persze elszúrtam. Nem szúrtad el. Csak elakadtál.
előfordul. Ha elköltözünk, folytatod a főiskolát? Nem, ne is mondd. Tudod, hogy nem így lesz. Mindenki elkövethet egy hibát, nem igaz? Túl leszünk rajta, szívem. Nem akarok semmi más, csak normálisan élni a magam életét. Tudom, hogy nem lesz belőlem nagy festő. Nem fejezem be a főiskolát, nem lesz diplomám. Csak azt akarom, hogy békében élhessek. Tudod, mit mondott egyszer? Azt mondta, hogy a kötelék kettőnk között nem szakad el. Csak amikor meghalunk. Akkor romantikusnak tartottam. De hülye voltam. Nem, nem, nem. Fiatal voltál. Most mit csináljunk, John? Nézze, ez az alak egy bűnöző, közveszélyes. Azt mondta, nem erőszakkal hatolt be a házba. Nem, de akkor is. Hivatlanul ment oda, terrorizálja a feleségemet. Nincs törvény a zaklatás ellen. Sajnos itt némi jog hiszak van. Csak bírói végzéssel lehet eltiltani. Istenem, mennyi ideig tart ez? Néhány hét alatt el lehet intézni, ha akarják. Halló? Halló, itt Diana Davenport. Tessék, Fran. John, az az alak van a vonalban, az a múltkori őrült. Mi legyen, lerázzam? Kapcsold be! John? Halló, mi újság? Mi a nyavaját akar a családomtól? Miből gondolja, hogy bármit is akarok? Lehet, hogy én akarok adni, ez nem fordult meg a fejében? Felhívtam a rendőrséget. Megtippelem, mit mondtak. Francot se tudnak csinálni. Biztosan azt mondták, szerezzen eltiltó végzést. Na, mit szól? Ha sitten kitanultam a jogot. Mondja meg végre, hogy mit akar. Nézze, John, mi tulajdonképpen luxógorok vagyunk. Ne mondja, hogy még sosem gondolt ilyesmire. Hogy ki mindenki volt maga előtt. Akik mind látták a megfeszülő hátát, a behuny szemét. Érezték, ahogy a keze a farkukhoz nyúl. Ez természetes. Magának is mondja John, hogy erősebben. Sikoltozik, hogy Istenem, vagy fél, hogy felébreszti a gyerekeket. Amikor elélvez, még mindig úgy hánykolódik az ágyon, mint a sárló kanca. Hogy az ilyesmi az már lehiggadt. Maga csak tudja, John, de közös a titkunk. És ez összeköt bennünket. Próbálja elképzelni őt egy börtöncellából. 3x3 méter. Ordibálást hall, friss húst kóstolnak meg valahol. És közben... a felesége éli az életét és nyögdécsel egy másik férfi alatt. És az ember semmit sem tud csinálni. Nem akarja tudni, amit én tudok, John. Nem gondolta azt, hogy szűz, ugye nem? John maga építész, alkot. Az ő szenvedélye a dinamit, amivel rombol. Ha megijednek tőle, ő győzött. Ha megőrzik a nyugalmukat, előbb-utóbb elszúr valamit, mint mindig. Ösztönösen cselekszik. De ezt talán nem is kell mondanom. Joga van letartóztatni? Igen, jogom van, csak hogy ahhoz előbb meg kell találnom. Magával megyek, ha erre kerül a sor. Nem amatőröknek való lesz. Figyeljen ide! Ez a mocskos állat fenyegeti a családomat. John, ne őrülj meg! Ott akarok lenni. Hát ezt még meg kell gondolnom. Előbb legyen meg. Személyesen érdekelt az ügyben.
Mondjuk úgy, köztünk ez régi ügy. Mint maguk közt is, Mrs. Davenport. John, ha azt hiszed, hogy ez valami macsó játék, veszíteni fogsz. Ismerem őt. Diana, én meg akarom védeni a családomat. Tudom, és megértem, hogy ezt akarod, de... Úristen! Úristen! Itt van a házban! Mi a baj? Itt van a házban! Diana! Diana, ne veszítsd el a fejed! Diana, az Istenért, nyugodj meg! Diana, én ittam meg azt a sört! Én ittam meg! A hűtőben találtam, biztosan még a partiról maradt. Na, ki kér kakaós sütit? Én kérek. Akkor gyere! Nyugodtan itt hagyhatjátok őket, amíg csak kell. Kösz, apu. Remélem, hogy az a piszok. Na, apu. Na, fogadjatok szót nagymamának és nagypapának, amíg itt vagytok, jó? Nem kell suliba menni? Nem, most egy pár napig nem mentek suliba. Örülsz neki? Mi az, hogy? Mitől vagytok így megijedve? Rita. Ez a tiéd. Szia, kicsim. Halló. Bingo. Mi újság? Összebalhézott valami prostituáltal a placon. A nő kígyót békát kiabált rá. Na és hol van? Egy garniszállóban, amit úgy hívnak, hogy Starlight. Oké. 20 percen belül ott vagyok.
Ez az ő játszmája, nem a miénk. Nincs rá semmi szükség, hogy bizonyíts előttem. A 17-es szobában van. Nem cifrázzuk a dolgot, nem kell hősködni. Világos? Csak fedezzem. Benne van a belépődíjban. Várjon. Biztos, hogy bírja, akármi történik? Nocsak. Ha tudtam volna, hogy vendégek jönnek, veszek apró süteményt. A kurva életbe! Esküszöm, döbbenetes! Sötétben tisztára úgy tud kinézni, mint egy pisztoly. Meghalt. Ahogy így elnézem meg. Jézus Isten. Nehogy elájuljon itt nekem. Arról nem volt szó, hogy le... Hé! Ne sápítozzon. Tudtuk, mire megy a játék. Nem. Én nem akartam megölni senkit. Higgy el. Ó, nem. Na ide figyeljen, ennek csak egy vége lehetett, hogy egyikük meghal. Jobb lesz, ha beletörődik. Na jó, adja ezt ide. Majd én elintézem, a kezébe nyomom és azt mondom, rám fogta. Amilyen alak volt, nem fognak sokat szőrőzni. Maga itt se volt. Menjen a feleségéhez. Menjen csak. Ennek vége. Eltart még egy ideig. Túl sok a közös emlékünk. Igen. Ha arra gondolok, ne. Hogy... Nincs miért szemrehányást tenned magadnak. Diana, meghalt. Nem szabad megrémülnöd, ahányszor valami megreccsen. Ne, maradj csöndben, mintha mást hallottam volna. Rendőrség, földre! Hasonljon a földre! Mozgás! Kezed hátra! Maradjon jobbort, letartóztatom! Csőbe húztak, Frank. Csőbe húztak, kik? Egy rendőrtiszt, a neve Gerrit Hill. Nem tudom, mi a szerepe a játszmában, de... Szóval a rendőrtiszt, George, a pisztolyon a te új lenyomatod van. Jó, ott voltam a szobában, Frank, de nem lőttem le senkit! Hé, én csak egy jogtanácsos vagyok. Nézd, Frank, próbálj megérteni, a segítséget kell. Oké. Akkor meséld el, mi ez az egész? Gerrit Hill megölte Drew Darcy-t.
Drew Darcy-t? Ki a fene az a Drew Darcy? Ő volt Diana első férje. Az áldozat a férje volt Diana-nak? Igen, Frank. Jóval azelőtt, hogy megismerkedtünk. Van itt valami, ami nem stimmel. Mi az, ami nem stimmel? Hát, hogy a hulla, akit találtak, valami nyiszlett strici volt a placról. A neve Pichis Maro. Amikor mondta, hogy meghaltam, Plusz pont, ha az igazat mondod. Tovább ne tartsa föl a sort! Ugye nem gondoltad, hogy csak úgy simán megúszod? Volna rá, igazából nem rendőrtiszt. Viszont már kinyírt egyet. Az emberek mindig alábecsülik, milyen erős lehet egy börtönbarátság. Mit akarsz még tőlem, Drew? Ígértél valamit, Diana? Én már nem az vagyok, aki akkor voltam. Hát ez érdekes. Pontosan úgy nézel ki. Az életem más azóta. Jó életed volt mellettem is! Ne bántsd a gyerekeimet! Fogd fel úgy, hogy Garrett az őrangyaluk. Amíg nekem nincs bajom, nekik se lesz. Na jó, most gyere velem. Kiviszlek innen, John. Az orvos szakértő megállapította, hogy 36 órája halott, úgyhogy nem lőhették le az éjjel. Valami prosti is jelentkezett, hogy a tag összebalhézott Darcy-val. A szemét disznók csak időt nyert. Diana! Diana!
Csak finoman, még kiszorom a krumplimat. Te szemét disznó, csőbe húztál. Nem veled volt bajom. Egy havernak segítek. Add a pisztolyodat. Nem szokásom, öreg. Jól van, itt van. Mondd, mikor lettél ilyen tökös fickó? Nem kellett volna ide jönnöd. Azt nem. Dőlj előre! Lassan az öv! Dőlj előre! Kurvára tud vágni. Pofa be és indíts! Figyelj, nem akartam bántani a srácokat. Amint megtudtam, hogy minden rendben, elmentem volna. Mozgás! A kerítéshez! Tudod is, hogy mit akarsz csinálni, vagy csak úgy ugrálsz? Állj a kerítéshez és vedd elő a bilincsedet! A bilincsemet? Tedd a csuklódra! Nem. A jobb csuklódra! A jobb csuklómra. Dobd ide a kulcsot! A másikat a kerítéshez. Akárhova? Gyorsan! Oké, most mondd meg, hová vitte. Azt hiszed, nekem megmondta? Rohadt hosszú éjszaka lesz, ha nem. Hát beszélt valamit a sivatagról, hogy van ott egy háza, vagy ilyesmi. Pontosabban, a sivatag nagy. Nekem csak ennyit mondott. Hát az baj. Ó, baszd meg! Gondold meg! Nem tudok semmit! Na! Akkor most megyek a rendőrségre, és megmondom, hol vagy. Addig imádkozz, hogy a feleségemnek ne legyen baja. Nem! Nem! Ide figyelj, Frank! Tudom, hogy elvitte magával! Nem tisztázódott teljesen az a gyilkosságügy. 48 óra elteltével bejelenthetett, mint eltűnt személy. 48 óra? Jézusom! Addigra túl lesz három állam határon! Csak egy kazettát van kertben játszó gyerekekről, meg egy kerítéshez bilincsett pasas, aki azt mondja, nem tud semmit. Hallod, mit beszélek? Igen, hallom, mit beszélsz. Most mit akarsz csinálni? Fogságban tartasz örökre? Érdekes szó ez. Örökre. Minden olyan lesz, mint régen volt. Se téged nem lehet betörni, se engem. Megváltoztam, Drew. Tényleg? Megváltoztam? Meglátjuk mennyire. Ez a húsos tallé csípős? Pizza tallérunk van csípős. Nem azt kérdeztem, a pizza tallérod milyen! Engedd le a kezdet, ez nem tévé! Nincs nálam sok pénz. Nem érdekes, nem a pénzedet akarom. Hozzál nekem egy hatos karton! Mozogj, vagy fölspriccelem az agyát a falra! Na, ezzel megvolnánk. Basszus, igazat mondott. Menjünk, nyomás! Én Fészt keresem. Itt vagyok helyette én, Hopp. Figyelj, ez most nagyon sürgős. Nem látszol olyan kanosnak. Most nincs időm magyarázkodni.
Légy szíves, mondd meg, hol ez a lány, ez a Face. Azt mondták, itt dolgozik, ezen a környéken. Ki ölte meg Kennedyt? Hogy mi? Magányos gyilkos vagy összeesküvés volt? Nem tudom, magányos gyilkos. Muszáj megtalálnom ezt a lányt. Keresd a karuszelben a sarkon túl. Kezd visszatérni a múlt? Csak azért öltél embert, hogy ezt bizonyíts nekem? Nem. Azért öltem meg, mert különben ő öl meg engem. Neked ilyen egyszerű minden, nem igaz? Röviden igen. Te csak úgy elveszed, amit akarsz, és hogyha valaki ellenszegül, akkor... Akkor szerinted arról, ami következik, arról az a valaki tehet. Szerinted csak erről van szó? Hogy elveszek valamit? Azt hiszed, jelent az valamit nekem? Ha? Azt hiszed, a pénzről van szó? Ha? Azt hiszed, hogy erről van szó? Ah, így akarsz imponálni, meg a fenyegetéseiddel. Nem lesz semmi baj. A férjecskédet is kiengedik, ahogy kiderül, hogy mennyi kétszer kettő. Élvezni fogja, hogy mintaapa lehet. Úgyis, az a házias fértípus, nem igaz? Legyen szíves! Legyen szíves! Figyeljen már ide! Egy Face nevű lányt keresek. Azt mondták, hogy itt dolgozik. Lehet, hogy volt itt. Nem zsaru vagy, ugye? Nem. Itt van. Arra hátul az alsó helyiségben. Te vagy Face, ugye? A pénzedért az vagyok, akit akarsz. Jézusom, mit csinált ez veled? Semmit, amit már más ne csinált volna. Segítened kell nekem, Face. Hey, vigyázz! Ismerjük egymást? Voltál egyszer nálunk Drew Darcy-val, John Davenport vagyok. Hát, hogy ne, emlékszem már. Segítened kell, Face. Elvitte a feleségemet. Figyelj, haver, húzz el innen. Nem, te húzz el innen, haver. Jó, jó, haver, azért nem kell mindjárt idegeskedni. Ide figyelj, Face. Tudja, hol vannak a gyerekeim. Elrabolta a feleségemet. Nagyon szép család volt. Igen, igen. Szép gyerekeid. Én szeretem a gyerekeket. Azt kellene tudnom, hol van a feleségem. Nekem sohasem mondott el semmit. Nem beszélt valamilyen búvóhelyről? Esetleg kint a sivatagban? A sivatagban? Mondta egyszer, hogy van valami háza. Túl Montenkreszten. Montenkreszten? Ja, azt mondta, ott van a jövő. Azt is mondta, úgy el tud tűnni a sivatagban, mint egy indián, és egészen egybeolvad az éggel, meg a homokkal. Mondd, ugye nem lesz bajod? Az nincs sohasem. Ne, ne, nem kell, nem tartozol semmivel.
Mindig tudtam, hogy itt kötök ki. A férjedben nincs kitartás, Diana. Egy darabig keresni fog. De feladja. Nem ismered. Elviszlek jó messzire egy búvóhelyemre. Hogy megtaláljon, állnia kell a déli nap tüzét. A sötét éjszaka hidegét. Tűrni az izzadást és a borzongást, mint egy indián harcosnak. Gondolod, hogy képes rá, Diana? Ki az rajtam kívül, aki képes érted ilyen áldozatra? Nem fogja föladni. Utánad jön és megöl, ha kénytelen lesz rá. Hát, ha ez mind kitelik tőle, akkor mégis megérdemel. Na, mász vissza a kocsiba. Ez az építmény? Ezt még az 50-es években kezdték építeni, a fellendülés idején. Valami olcsó vadnyugati típusház mintadarabjának szánták. Itt, a nagy semmi közepén? Nem úgy volt. Úgy volt, hogy építenek egy autópályát ott a hegyeken keresztül. Csak persze eleve halott ötlet volt leigázni a természetet. Miért? Mi történt? Több ember meghalt az első robbantásnál. Reállították a munkát. A strádából nem lett semmi, elfelejtődött. Én is egy öreg mukitól hallottam róla odabent. Annak idején itt volt útépítő. Na gyere, mutatok valamit. Most festhetsz, amennyit akarsz. Nem mondd, hogy nem hagytad abba. Kiszáradtál belül ebben a szürke életben. Lehet, hogy hülye voltam. De amíg együtt voltunk, sohasem érezhetted úgy, hogy nem élsz. Amíg együtt voltunk, rendszerint halálosan féltem. Legbelül mindenki fél. Mind félünk, Diana. Aki nem fél, az nem él. Nem mondd, hogy nem volt szép. Ez már nem megy, Drew. Csak félreálltam egy kicsit pihenni. Tudja, az éjjel Charroban volt egy kis lövöldözés. Bolti rablás. Úgy látszik, szeret a tévében szerepelni. Elnézést a zavarásért. Láthatnám a jogosítványát és a forgalmat? Kölcsönkértem a kocsit egy barátomtól, és elfelejtettem a forgalmit.
Hát ez öreg hiba. Akitől kölcsön vettem a kocsit, azt valószínűleg körözik. Tegye le azt a pisztolyt, ha jót akar. Valaki elrabolta a feleségemet, és csak én segíthetek. Nem tudom, igaz-e vagy sem, de... Dobja ide a sluszkulcsot! Arról szó sem lehet. Ember! Már így is éppen eléggé benne van a szarban. Nézd, igazán nem szívesen csinálom. De nincs időm meggyőzni magát, hogy nem én vagyok a rossz fiú. Adja ide a pisztolyát! A pisztolyát! Emelje feljebb! A kulcsokat! Gyerünk! Légy részese a jövőnek. Szóval ez a terved. Az asszonykád őrzi a családi tűzhelyet, amíg te eljársz. Kirabolsz egy-két benzinkutat, aztán a zsákmányon konzerveket vásárolsz. Szeretem a csili konzervet. Tudod, Drew, egyben igazad van. Hosszú éveken át próbáltam bebeszélni magamnak, hogy köztünk nem volt soha semmi. Hogy csak valami gyerekes dolog volt. A naív kislánynak tetszett a bandita. Pedig valaha tényleg szerettelek. És semmi szükség, hogy mentségeket keressek erre. Arra nem gondoltál, hogy talán fordítva volt? Úgyhogy éveken át halmozod a hülyeségeket. És már nem láttad az igazat. Én tudom, hogy ki vagyok. Sosem felejtettem el. Attól kezdve, hogy először fogtam pisztolyt egy emberre, és értésére adtam, hogy az élete nem az ő kezében van. Hanem azon múlik, hogy milyen hangulatban vagyok abban a pillanatban. Finom.
Ez őrültség, Drew. Biztosan van oka, hogy nem fejezték be a házat. Nem volt kitartásuk. Tudom, hogy kívánsz, Diana. Mindig ne, is kívántál. Drew. Nagyon jól tudom. Nem mondd, hogy az a része nem volt jó velem. Nem akarok mondani neked semmit. Ne. Mondd meg, hogyan akarod. Nem. Ne. Mondd meg, mit akarsz. Mondd csak, mit akarsz ezzel a bicskával? Csak John, meg is tudsz egy kis meglepetést szerezni. Szétbaszod itt a házamat? Na, és mióta leskelődtél? Ha még egy kicsit türelmes vagy, talán választ kapsz a kérdésedre is. Velem te nem fogsz szórakozni. Te könnyen ítélkezel fölöttem, te üres, érzéketlen nyárspolgár. De nem tudom, mi lenne, ha egy reggel egy börtöncellában ébrednél föl, egy koszort cellában, ahol a niggerek ki akarnak nyírni téged. Az ember csak arra gondol, Istenem, ha még egyszer kijutok innen, kamatostú törlesztek mindenért. Aztán egy másik reggel azt hallod, hogy odakint egy másik férfi dugja a feleségedet. Éli az életedet, bassza a nődet! Az én feleségem. A te feleséged. Bizonyíts be! Na gyere! Gyere csak, baszd meg! Gyere, mász rá! Mozgás! Á, egy-kettő! Na, ez az! Gyere, tovább! Na, mi lesz? Tovább! Drew, ne! Tovább!
Na mi lesz már? Csináld már, hallod? Mutasd meg, hogy a tiéd. Üszd ki az ördögöt belőle. Na mi a baj, John? Nem áll fel? Gyere! Gyere! Kelj fel, kelj fel! Kelj már fel! Drew, várj! Veled maradok, ha olyan nagyon akarod. Csak engedd el őt. Hallod ezt, te balfasz? A sírnál is mélyebbre temetlek el. Drew, őrült vagy. Az éppen lehet, de legalább tudom, mi az enyém. Na, mozgás! Mozgás! Ez már igen! Tedd le a puskát! Lám, lám, John! Megtaláltad a biztosítási kötvényemet? Te hülye fasz! Meghalnál vele együtt, de nem mondasz le róla! Na, és te? Ugorj! Honnan tudtad, hogy ez itt van? Akkoriban mindenki épített óvóhelyet. Mm.